A most 15 éves Szekszárdról induló focista tehetség, ifjabb Pálffy Gábor már 5 éves kora óta, aztán folyamatosan felcseperedése során semmi mással, csak is azzal bombázta a szekszárdi futballban korábban vezető szerepet vállaló édesapját, ő, ha nagy lesz, mindenképpen profi focista akar lenni. Semmi más. Idősebb Pálffy Gábor ebben a lehető legtöbb segítséget megadta fiának. 3 évvel ezelőtt éppen emiatt Franciaországba költözött a család, a Nizzai Akadémiára nyert felvételt Gáborka, ahol egy melléje megfogadott magánedző, bizonyos Sofian Abdi is pallérozta futballtudását. Innét útja az idén nyáron Barcelonába vezetett, ahol egy 2 hetes táborban vett részt, miután abban a megtiszteltetésben volt része, hogy 500 játékos közül ifjabb Pálffy Gábor egyike volt annak a szerencsés 3-nak, aki felvételt nyert Spanyolország egyik legnevesebb futballakadémiájára, a Barcelonában működő Marsetre, amely kifejezetten professzionális focisták képzésével foglalkozik. A család persze, hogy örömmel költözött Barcelonába, a telefonvonal túlsó végén az édesapa idősebb Pálffy Gábor, aki nem is tudott arról, hogy milyen sikertörténetben lesz részük a nyáron. Gáborka részt vett ebbe a kiválasztó táborba, amit mi nem tudtunk, hogy ez egy kiválasztó tábor, és gyakorlatilag amikor én mentem érte a 2 hét lejártával, akkor jött az igazgató, és felajánlotta azt a lehetőséget, hogy Gáborkát nagyon tehetségesnek tartják, és hogy szeptember 2-ától van egy lehetősége, hogy az akadémián folytassa a futball tanulmányait. 5 éves kora óta jár edzésre, meg futballozik. Ez az ő döntése volt most is, a franciaországi kalandunk is, meg ez a Spanyolországba való átköltözés is. Ő nagyon határozottan profi futballista szeretne lenni, és eddig szinte mindent alárendelt ő is, meg a család is ennek az elképzelésnek. Szoktam mondani, hogy a nagy gyerekeim egyetemet végeztek, és annak érdekében követtünk el mindent. Ő meg futballista akar lenni, és én ezt tudomásul vettem, ha nem is könnyen, és ennek érdekében próbálom a legjobbat köré tenni, és mindaddig, amíg úgy dönt, hogy nem akar mással foglalkozni, hanem a futballal, akkor ezt az utat egyengetjük, és próbálok minden lehetőséget megragadni, hogy igen, ő legyen a legjobb. A külföldön való érvényesüléshez ebben a korban is kell a biztos nyelvtudás. A kis Pálffy már most 15 évesen magas szinten beszéli az angolt és a franciát, és a spanyolal is nagyon jól halad. Franciaországba elkezdte a spanyol, és itt spanyolul folynak az edzések, és rendkívül összetett a napja, mert reggel föl kell, itthon magyarul indul el, elmegy edzésre, mert délelőtt délután edzés van, az edzések spanyolul folynak, a gyerekek egymás között az akadémián franciául beszélnek általában, 4 nyelvet használ naponta, és még a terveiben van, hogy még 2 nyelvet meg szeretne tanulni, az oroszt és az arabot. Jellemző a kiemelkedő tehetség telefonbeszélgetésünk idején a csapat utolsó edzése és karácsonyi ünnepsége után sem tért még haza barcelonai lakásába. Legalább 2 órát személyi edzőjével dolgozott. Jó úton haladt tehát afelé, hogy egyszer tényleg híres futballista váljon belőle. A jövő nyár fontos állomás lesz, 16 évesen megszerezheti a kis Pálffy azt a profi licencet, ami ebben a korban csak keveseknek adatik meg a futballvilágában. Azt kell álmodni, hogy ő lesz a legjobb futballista, ő fog a Messi helyet játszani, és stb. Stb. Tehát, és még azt se állítom, nagyon sok tehetséges gyerek van az akadémián, és nagyon, hogy mondjam, csak attól függ minden, hogy az a típusú kitartás, ami föltétlen kell ahhoz, hogy nem most kell, szoktam mondani, jó
futballistának lenni, hanem 18-20 évesen. Egy barcelonai szerződés a nagy állam, persze. Ez azért érdekes, mert a Pálffy család sokáig igen elkötelezett Real Madrid szurkoló volt, beleértve Gáborkát is, és most? Érdekes volt, mert a nyáron volt egy interjú Gáborkával a táborba, és akkor ő mintaként, vagy példaképként még mindig Cristiano Ronaldo-t jelölte, hiszen mi a família Real Madrid szurkolók voltunk. Elsősorban fradisták, de ugye Real Madridnak szurkoltunk. Ez most változott? És most már megváltozott a család fölállása, mert mi ketten Gáborkával, igen, a Barcelonának szurkolunk, és minden mérkőzésén kint vagyunk a Nou Camp-ba a Barcelonának, és a kupa meccseitől kezdve a bajnoki meccseig nézzük, és a fiamat, hogy mondjam, csak olyan impulzusok érik, hogy ezeket a csapatokat, ezeket a játékosokat látja hétről hétre játszani. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az inos évek, a tanulás, az el kell lesni, meg kell csinálni, gyakorolni kell, gyakorolni, és ez sokszor unalmas. Egy magyar srác és egy magyar család a profi futball a Camp Nou és a Barcelona vonzásában. Hogy Gáborka ezzel a tehetséggel, ezzel a mentalitással meddig hova jut, a honi futballvilágban már most sokakat érdeklő történet.